Pilincsben hozzák a német vádlottakat a pécsi törvényszék folyosóján. Előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberöléssel és más bűncselekményekkel vádolják őket. A vádlottak padján már hárman ülnek. A női vádlott szabadlábon védekezik. Az ügyészek szerint az elsőrendű vádlott KVM és élettársa MB, valamint a másik férfi már Németországban is szoros kapcsolatban álltak egymással, valamennyien együtt laktak. Mikor a társaság tagjait hazájukban csalással gyanúsították meg, úgy döntöttek, elhagyják az országot. Interneten akadtak rá az eladásra szánt magyaródi ingatlanra, ami a későbbi szintén német állampolgárságú áldozatok tulajdona volt. Három autót béreltek és Magyarországra utaztak. A kiszemelt házat megvásárolták, pontosabban olyan szerződést kötöttek, amely lehetővé tette, hogy 2 éven keresztül csak béreljék az ingatlant, a vételárat pedig csak ezt követően fizessék ki. A németek az igen jó módban élő eladókkal, egy idős párral hamarosan összebarátkoztak, rendszeresen keresték egymás társaságát, már-már családtagként viszonyultak egymáshoz. Mindez olyannyira így volt, hogy az idősek egyike új végrendeletet készített, amelyben mindenét KVM-re hagyta. Másnap a német pár már halott volt. A gyilkosságok napján az idősek együtt ebételtek barátaikkal, akik valamilyen módon nyugtatót juttattak a szervezetükbe, majd rávették őket, menjenek el bárba, ahol egy építkezést tekintettek volna meg. A vádirat szerint a két férfi társaságában a nő a házban maradt, beültek egy kocsiba és elhajtottak, de nem bárba, hanem Mohácsra mentek, ahol a fiatalabb németek egy áruházat készültek nyitni. Ott azután egy korábban kiásott 5 méter mély munkagödörbe dobták őket. Ugyan súlyos sérüléseket szenvedtek az eséstől, illetve az azt megelőző bántalmazástól, de még éltek, mikor munkagéppel betemették őket. Halálukat fulladás okozta. Az eset még 2009-ben történt. A mai pénteki tárgyalást elnapolta a bíróság.